szakpolitikai tájékoztatót tartottak a komáromi csillagerődben október 27-én. Az eseményen Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, és Dukai Miklós, az önkormányzatokért felelős államtitkár tájékoztatta a térség polgármestereit a Magyar Falu Program pályázatairól, és megvitatták a települések fejlesztési lehetőségeit, valamint egyeztettek az önkormányzatok megsegítéséről is. A rendezvény előtt sajtótájékoztató keretein belül ismertették a részleteket. Dupla oka van annak, hogy egybegyűltünk a választókörzet polgármestereivel. Hívtam őket, hiszen két közös ügyünk is van, az egyik a Magyar Falu Program eredményei és jövőbeni lehetőségei, ezért Gyopáros Alpár kormánybiztos úr van velünk, és a ma délutánon még érkezni fog Dukai Miklós államtitkár úr, aki pedig az önkormányzatok konzultációja sorában most ide érkezett. Amiről ma itt beszélgetni fogunk, az a Magyar Falu Program eddig megvalósult eredményei, lehetőségei. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy a Magyar Falu Program a kormányprogram egyik zászlós hajója, és a vidék szolgálatába állt az elmúlt időszakban. És azt is el szoktam mondani kormánybiztos úr a polgármestereimnek, hogy azért tud ilyen sikeres lenni, mert egyrészt egy ilyen ambiciózus koordinátora, összefogója van személyedben, aki a magyar falut és a magyar vidéket a szívének a közepén hordja, másrészt pedig, mert a programot a polgármestereinkkel közösen írtátok, és van a falu programnak a jövő évben is néhány lehetősége. Gyopáros Alpár erről fog tájékoztatást adni a polgármestereinknek, és át is adom neked, Gyopi, a szót, hogy beszélj arról, hogy mit értünk el eddig a megyében a falu programmal. A legfontosabb abból, amit képviselőasszony elmondott, talán az volt, hogy ez egy olyan program, a Magyar Falu Program, amelyet valóban a falvakban élőkkel együtt írunk. A Magyar Falu Programnak egyetlen egy olyan eleme sincsen, amit ne a falvakban élők kértek volna, jellemzően a település vezetőkön keresztül a kormánytól. És a program ráadásul tekintettel arra, hogy teljes mértékben központi költségvetési, tehát hazai forrásokból gazdálkodik, ezért aztán évről évre rugalmasan a megfelelő igényekhez igazítva alakítjuk a falvakban élőkkel együtt. És a mai konzultáció is alapvetően ezt célozza, hogy megbeszéljük, hogy azon túl, hogy milyen tapasztalatokat tudunk leszűrni a Magyar Falu Program eredményeiből az elmúlt évekből, ezen kívül a jövőre vonatkozóan milyen javaslatokkal élnek még a falvak, mi az, amit még nem láttak a Magyar Falu Programban, és szeretnének, hogyha hangsúlyokat erre vagy arra a kihívásra tudnánk helyezni. A program önmagában azért mondhatom, hogy sikeres, mert a számok ezt világosan igazolják. Országos szinten a 2019-es indulása óta már meghaladja az 1000 milliárd forint forrást, amelyet felhasználtunk a Magyar Falu Program keretében. Tekintet, hogy egy rendkívül komplex programról van szó, nagyon-nagyon sokféle célra kínálunk támogatásokat. A falusicsok keretében fiatal családosoknak az otthonok megteremtésére, bővítésére, felújítására, ezzel is segítendő a gyermekvállalás, mellékúthálózat fejlesztési programot indítottunk, amelynek keretében több ezer kilométernyi úthálózat újult meg szerte az országban. Mindezen túl közszolgáltatásokat, jellemzően önkormányzati közszolgáltatásokat fejlesztünk, magyarul óvodákat újítunk fel, orvosi rendelőket újítunk fel, utcákat, járdákat, csapadékvízelvezető árkokat építünk, és így tovább, és így tovább. Emellett pedig piaci szolgáltatókat is támogatunk, aminek talán a legszebb példája a falvakban működő kisboltok megmentését célzó programunk volt, aminek a keretében országos szinten is ezres nagyságrendben tudtunk felújítani boltokat, és új üzletek is nyíltak a falvakban, ezzel is elősegítendő az életminőség javulását a kis településeken. Ami pedig Komárom-Esztergom megyét illeti, összességében a program indulása óta több mint 16 milliárd forint realizálódott a megyében a Magyar Falu Program különböző céljaira. Ez az összeg nem tartalmaz a piaci szolgáltatók támogatását és a falusi csokot. Tehát ezek kifejezetten csak a közszolgáltatások, jellemzően az önkormányzatok számára nyújtott támogatásokat tartalmazzák. Összesen majdnem 700 nyertes pályázatot tudtunk kihirdetni 2019 óta, és ezen kívül pedig 75 kilométernyi mellékúthálózati szakaszt tudtunk felújítani. A tekintettel arra, hogy egy viszonylag nehéz, sőt egy elég komoly nehézségekkel néz szembe az egész világ gyakorlatilag, de benne különösen Európa, és Európán belül mi magunk is.
ezért minden erőforrásunkat arra koncentráljuk, hogy ezeknek a kihívásoknak meg tudjunk felelni. Ezért, illetve ennek ellenére, mind a két állítás igaz, a magyar kormány eltökélt a vidék és a kis települések fejlesztése tekintetében, ezért a Magyar Faluprogramot folytatni fogjuk, a költségvetésben rendelkezésre állnak azok a források, amelyekkel a jövő évben a Magyar Faluprogramon keresztül támogatást tudunk biztosítani a falvaknak. Azt, hogy mire biztosítjuk ezeket a támogatásokat, az ezeken a beszélgetéseken alakul ki, úgyhogy alig várom, hogy meghallgathassuk a polgármester asszonyok és polgármester urak véleményét és javaslatait. Azért vagyunk itt ma Komáromban, hogy ebben a választókerületben lévő települések vezetőivel találkozzunk. El tudják mondani egyrészt ezek a település vezetők azokat a kérdéseket, őket feszítő, akár napi problémákat, napi ügyeket, amire kormányzati szempontból esetlegesen tudunk válaszolni, választ adni. Egy tájékoztatást is szeretnék nekik adni a település vezetőknek, hogy mit végzett eddig a kormányzat, az önkormányzatok kapcsán milyen döntések születtek mondjuk 2010 óta, egy kicsi áttekintés, összefoglalás kerül nekik elmondásra, és aztán utána az energiakérdésekről is beszélgetünk, és megpróbálok azokra a kérdésekre is válaszolni nekik, hogy mivel számolhatnak, milyen megoldásokon gondolkozik a kormány, milyen lehetőségei vannak az önkormányzatoknak, és mit kérünk kormányzati szinten tőlük, hogy ebbe a helyzetbe tegyenek meg a településeikért. A kormány sok minden kérdést végig gondol, többek között majd az év végé előtt még módosítani fogjuk a jövő évi költségvetést, amiben szintén ezekre az energiával kapcsolatos a elhibázott brüsszeli szankciók nyomán keletkezett energiakérdésekkel fog foglalkozni. Ennek megfelelően fog a büdzsében különböző átrendezéseket tenni, ami szerintem az önkormányzatokat is fog érinteni. Ugye zajlik az önkormányzatokkal egy egyeztetési folyamat is, amit Balla György miniszteri biztos úr vezetésével végzünk, több tárca bevonásával, ott ülünk mindannyian, meghallgatjuk az önkormányzatokat, és igyekszünk minden őket feszítő kérdésre az energiával kapcsolatosan választ adni. Ennél konkrétabbat én most jelen pillanatban még azért nem mondanék, mert zajlik a folyamat, zajlanak a döntéseknek az előkészítései, felmérések, igényfelmérések, tapogatózások, és most előkészítő fázisban vagyunk.